Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Április 2-a Áron és Tünde napja van. 211 éve született Hans Christian Andersen dán meseíró, költő, regényíró és elbeszélő. 2005-ben elhunyt II. János Pál pápa. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. A migránsok ismét a szerb-magyar határon keresztül próbálnak az Európai Unióba jutni. Megtartották a Kárpát-medencei magyar képviselők fórumát. Ma tartották az általános iskolások művészeti vetélkedőjét. Zentán koncertezett a Kormorán. Migránsok kisebb csoportjai ismét a szerb-magyar határon keresztül próbálnak az Európai Unióba jutni. A magyar hatóságok folyamatosan ellenőrzik a határszakaszt. Alkalmanként egyetlen nap alatt több száz migránst fognak el. Nem hivatalos információk szerint migránsok kisebb csoportja szokott megjelenni a határ szerb oldalán. Esténként sátrat vernek és tüzet is gyújtanak. 8-10 sátorról szólnak a hírek, néha ennyit látnak a határon átutazók. Horgosnál és Kelebiánál is megjelentek a migránsok. A bevándorlók nem táboroznak húzamosabb ideig a határ közelében. Jártunk a Horgosi és Röszke, valamint a Kelebia és Tompa közötti határátkelőnél, most pedig a határsávot is körbejárjuk. Kora délután van, és eddig egyetlen migránssal sem találkoztunk. A kelebiaiak arról beszéltek, hogy elvétve futnak csak össze migránsokkal a faluban, akkor is csupán 2-3 fővel. Nem lehet mostanában. Nem látni őket. Csak hallottam, hogy arra Horgos felé, arra mennek. Látom, hogy magyar helikopterre itten leföl nyargalóznak, de hogy most mit tanáltak, mit nem tanáltak, azt már én nem tudom. Migránsokat nem láttam egyáltalán. Valamikor az elejébe, de most egyáltalán nem lehet látni őket. Én nem látok. Falubeliektől se hallja, hogy mások... De többtől se hallani, hogy vónának erre, vagy valami, nem, nincs. A magyar hatóságok az elmúlt hónapban naponta átlagosan 100, alkalmanként több mint 200 illegális bevándorlót fogtak el. Szerbia továbbra is az Európai Unióval és a migráns útvonalon elhelyezkedő országokkal összehangolva folytatja tevékenységét, jelentette ki Zoran Gyorgyevics védelmi miniszter. Ugyanakkor Szerbia nem fogja megengedni, hogy befogadó központtá alakítsák azon menekültek számára, akik a határok lezárása után nem utazhatnak tovább Nyugat-Európába. A miniszter arra is kitért, hogy az egyetlen hatékony megoldást a válság sújtotta térség stabilizációja jelenti, amin minél határozottabban kell dolgozni, hogy hosszú távú megoldást érjenek el, és megteremtsék a menekültek és a migránsok hazatérésének feltételeit. Gyorgyevics Bécsben részt vett a közép-európai védelmi kezdeményezés védelmi minisztereinek kibővített találkozóján. A tanácskozáson részt vett az osztrák, a horvát, a cseh, a magyar, a szlovák, a szlovén, a lengyel, a montenegrói és a macedóniai védelmi miniszter is. Már 825 ezeren kaptak magyar állampolgárságot a 2010 óta hatályos kettős állampolgársági törvénynek köszönhetően. Van, aki újonnan szerezte meg a külhoniak közül, mások pedig visszakapták magyar állampolgárságukat. A következő 2 évben várhatóan az 1 milliót is elérheti ez a szám. És 5 tartózkodás. 2010. május 26-án fogadta el nagy többséggel az országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvényt. A szavazás után hosszan tapsoltak a képviselők. Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló szabály még abban az évben életbe lépett. Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Így a határon túli magyarok már egyszerűbben és gyorsabban válhatnak magyar állampolgárrá. Az első honosítási kérelmet 2011. január 3-án reggel adták be. Magyarnak születtem, mindig is magyar voltam. Nagytatám magyar államért harcolt. Nem tudom, mit mondjak egyebet. Magyar olimpiásszal jártam. Én ezt nem is tudom másképp elképzelni. Ha megvan adva a lehetőség, akkor ezt ki kell használni. Az a nemzet, ami mindig is egy volt nyelvében, történelemtudatában, kultúrájában. Eddig 825 ezeren szerezték meg, vagy kapták vissza magyar állampolgárságukat a külhoniak közül. Erről beszélt a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán. Semjén Zsolt azt mondta, a ciklus végéig akár 1 millió új magyar állampolgár is lehet. 762 ezer ember
tette le eddig kedvezményes honosítással az állampolgársági esküt, és 61-62 ezer ember az, akinek a diaszpórában megállapítottuk az állampolgárságát. Ugye a különbség az az, hogy aki, vagy akinek az ősei a mai Magyarországról mentek ki, őket nem kell honosítani, hanem csak megállapítani az állampolgárságát. Kövér László házelnök a fórumon arról beszélt, létfontosságú a magyar munkaerő megőrzése a Kárpát-medencében. Amit viszont meg kell tennünk az az, hogy a következő esztendőkben minden meglévő és rendelkezésre álló eszközzel, minden korábbinál több erőforrásból erősítsük a Kárpát-medencei magyar szülőföld megtartó gazdasági erejét, csökkentsük, illetve távlatosan állítsuk meg a magyar munkaerő kiáramlását a Kárpát-medencéből. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán a résztvevők elfogadtak egy zárónyilatkozatot. Ebben többek között az áll, hogy a fiatalok szülőföldön maradása akkor lehetséges, ha magyar nyelvű oktatást és munkalehetőséget is kapnak. A külhoni magyarság akkor marad meg a szülőföldjén, ha ott meg is tud élni. A magyar kormány a jövőben a vajdasági magyarság támogatására megítélt 50 milliárd forintos programhoz hasonló arányos nagyságrendű gazdaságfejlesztési programot tervez indítani Kárpátalján is, mondta Semjén Zsolt. A magyar nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának pénteki budapesti plenáris ülésén kiemelte, jelenleg a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nél és a nemzetpolitikai államtitkárságnál 22 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a különböző programokra. 2017-től pedig azokra a fejlesztésekre is lesz forrás, amelyek be vannak tervezve a költségvetésbe, hangsúlyozta a politikus. Nem hivatalos információk szerint a civil szervezetként bejegyzett magyar mozgalom más szerbiai pártok támogatásával gyűjti a köztársasági jelölt lista állításához szükséges aláírásokat. Állítólag a Bojan Pajtić vezette Demokrata Párt több városban is segíti az MM aláírás gyűjtését annak érdekében, hogy a civil szervezet a VMDK-val közösen adhassa a köztársasági jelölt listáját. Az üggyel kapcsolatban a magyar mozgalom képviselőit is megkérdeztük, de nem kívántak nyilatkozni, mivel még mindig folyik az aláírásgyűjtés. Nem hivatalosan azt mondták, nem igaz, hogy a DP segítené őket az aláírásgyűjtésben. Alexandra Jerkovot telefonon értük utol, a DP sajtószóvivője megkeresésünkre elmondta, valótlanok azok az állítások, hogy a demokraták segítenék az MM aláírásgyűjtését. Hozzátette, ők minden demokratikus beállítottságú erővel tárgyalnának, így a magyar mozgalommal való együttműködéstől sem zárkóznának el. Demokratska stranka sarađuje sa svim strankama demokratske orijentacije, i naravno da ćemo sarađivati i sa mađarskim pokretom. Gospodin Korhić je bio na onom sastanku koji je organizovan u demokratskoj stranci na kom su bili predstavnici 27 ili 28 stranaka i pokreta i sarađivat ćemo naravno sa svim strankama koje su demokratski orijentisane kao i do sada. Megkérdeztük a Vajdasági Magyar Szövetséget, hogy a fejlemények mennyire befolyásolják a párt választási tevékenységét. Pál Károly, a VMS elnökségi megbízottja elmondta, szerinte a magyar mozgalom önerőből nem tudná összegyűjteni a köztársasági jelölt lista állításához szükséges több ezer aláírást. Hozzátette, az MM, a Demokrata Párt és más politikai erők segítségével próbálja megszerezni a szükséges támogatást. Úgy véli, a mozgalom azért folyamodik ilyen eszközökhöz, mert azokon a magyar a településeken, ahol aláírásokat gyűjt, több ezren biztos nem támogatnák listájukat. Ahogy az aláírásgyűjtésből láthassuk, követhessük, amit ők megvalósítottak az elmúlt időszakban, nagyon nehézen lehet elképzelni azt, hogy vajdasági magyar emberek ennyi több ezer aláírással támogatnák a magyar mozgalom indulását, több mint 10 000-rel a köztársasági listán, és ehhez más pártok segítségére van szükségük. Egyértelmű az, hogy ezt a Demokrata Párt támogatással valósítsák meg, és más pártok támogatásával is, hiszen az eddigi tapasztalat is azt mutassa, hogy a nagyon sok érdek fűződik ahhoz, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség, mint a Vajdasági Magyar közösség leglegitimebb pártja, legerősebb pártja, minél nagyobb nehézségekkel találja magát szembe
bármelyik választáson. Nem csak most, ez máskor is jellemző volt. Alapvető cél ennek a tevékenység, amit a Magyar Mozgalom tesz jelenleg, az, hogy gyengítse a vajdasági magyar érdekképviseletet, nem csak köztársasági, hanem más szinteken is, ahol indult. A témával a Pannon RTV a továbbiakban is foglalkozni fog, és megpróbálja felderíteni az ügy részleteit. Van kire szavazniuk a szerbiai lakosoknak, mondta Pirotban a Szociáldemokrata Párt elnöke. Boris Tadić azt üzente, a Szociáldemokrata Párt, a Liberális Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga koalíciójának nagyobb tapasztalata van, mint a jelenleg hatalmon lévőknek. Hozzátette, sok energiát fektetett abba, hogy kiépüljön a 87 kilométeres autóút Nistől Dimitrovgrádig. Tadić szerint a mostani kormány nem viselte gondját az út folytatásának, úgy véli, a munkálatok minősége nem jó. ezernégyszáz család megélhetését biztosítja majd az új Baricsi üzem, mondta ma az alapkő elhelyezésekor Alekszandar Vučić. A szerb miniszterelnök kiemelte, ez egy nagy nap egész Szerbia számára, mert a Belgrád vonzás körébe lévő településen olyan gázsűrítő berendezéseket gyártanak majd, amelyekkel a kínai autóipari vállalat a félvilágot ellátja. Az öntödéből a legnagyobb autómárkáknak szállítanak majd alkatrészeket, hangsúlyozta a szerb kormányfő. Hozzáfűzte, a beruházást csak nem 27 millió euróval támogatja a kormány. Egy ajánlat érkezett Szerbia egyetlen acélgyára, a Smederevói üzem megvásárlására a március 30-ai határidőig. A kínai HBIS fejezte ki vásárlási szándékát a szerbiai közszolgálati televízió értesülése szerint. Amennyiben az ajánlat megfelel, a kínai cégnek előbb uniós engedélyt kell szereznie, amely lehetővé teszi működését Európában. A tervek szerint a kínai fél a vásárlás után egy acélcsöveket gyártó üzemet is felépítene, további 300 millió euró befektetésével. A szendrői acélgyárat eddig már háromszor próbálták meg eladni, ám a kísérletek kudarcba fulladtak. A gyárat ezúttal a becsült értékének a feléért, 45,7 millió euróért szeretnék értékesíteni. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Új kutat fúrnak Óbecsén. Szerdán mutatja be a Szabadkai Népszínház szerb társulata az új előadását. Ma van az autizmus világnapja. Ez a betegség egy idegi fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben nyilvánul meg. Az autizmus világnapján Szabadkán a fogyatékkal élő gyerekek egészséges társaikkal közösen különféle sportokban és ügyességi versenyeken vettek részt. A rendezvényhez több szabadkai sportklub tagja is csatlakozott. Az ENSZ 2007-ben nyilvánította április 2-át az autizmus világnapjává, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az autizmusra, amely 10 milliókat érint világszerte. Fehér táblákat és számítástechnikai felszereléseket vásárolhatott tavaly a Moholy Novák Radonjic általános iskola, a tartományi titkárság pályázatain nyert pénzből, de felújítási munkálatokra is jutott belőle. Az iskola vezetőinek az idén is komoly ambícióik vannak, többek között ezekről is szó esett Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár pénteki Moholy látogatása alkalmával. Iskolanapot ünnepeltek pénteken a Moholy Novák Radonjic általános iskolában. A diákok műsorát a Budakalászi Testvériskola képviselői is végignézték. Ove godine, kao i prethodnih, aplicirali za sredstva za realizaciju projekta saradnje sa bratskom školom iz Budakalasa. Ovaj projekat i kada nismo dobijali podršku pokrajine, uvek je živeo, počeli smo saradnju 2009. godine i ne odustajemo, zato što vidimo da to mnogo znači našoj deci. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár az ünnepi műsor mellett a tantermeket is megnézte, amelyekbe tavaly tartományi támogatással 400 ezer dinár értékben kerültek új eszközök. Azt látom itt Moholy általános iskolában, hogy az oktatás, a nevelés
eredményes, korszerűen felszerelt az iskola, mindig igyekezett bővíteni ilyen értelemben, és az a támogatás, ami akár a tartománytól, akár más forrásokból érkezik, mind-mind jó helyre kerül. A moholi iskola az idén is több pályázaton indult. A tartományi titkárság támogatásával most többek között kisdiákoknak szekrényeket, a felnőtt oktatáshoz pedig felszerelést szeretnének venni. 50 éves a Topolyai Alapfokú Zeneiskola. A napokban a már hagyományos topolyai zenei napokon versenyeznek az általános iskolások többféle hangszeren. A jubileum alkalmából fotókiállítást és ünnepi koncertet szerveznek. Több mint 10 éves hagyománya van a topolyai zenei napoknak, melyet a helyi alapfokú zeneiskola szervez. A több napig tartó nemzetközi versenyen a vonósok, a harmonika, a zongora és a gitár megszólaltatói mérik összetudásukat. A hangszerem neve harmonika, azért választottam ezt a hangszert, mert nagyon tetszik a hangja. Hát a versenynél nem izgultam, azért mert nem volt időm rá, és nagyon jól szerepeltem, első díjat kaptam. Az 50 éves múlttal rendelkező intézményben 27 tanár oktatja a diákokat 9 féle hangszeren. Nagyon örülünk, hogyha minél több versenyen részt vesznek. Ez sok áldozattal jár, ugyanis nem focizhatnak kint az udvaron, vagy nem komputerezhetnek, amit oly sokan megtesznek, hanem sokat kell gyakorolni, minden nap felkészülni a versenyekre. Tehát ez sok áldozattal jár. Topolyán már az óvodában kezdik megismertetni a gyerekekkel a hangszereket, a zenede tanárai és diákjai bemutató napokat tartanak. Mind több számú gyerek jelentkezik nálunk, az óvodások is nagy előszeretettel jönnek, hallgassák a műsorainkat, hisz ők a következő generáció, akik várhatólag a tehetségesebbek be fognak iratkozni. A Topolyai Alapfokú Zeneiskolát 1966-ban alapították. Jelenleg 320 diák tanul az intézményben hangszeren játszani és énekelni. A zenede épülete már kicsinek bizonyul, jelenleg 5 tanteremben zajlik az oktatás. Örülünk, hogy megkaptuk az engedélyt az idén az önkormányzattól, és ez a sok esemény mellett, hogy jubilálunk, és hogy topolyai zenei napok vannak, ez mellett ez a nagyon fontos másik esemény, hogy nem sokára elkezdünk építeni. Tehát az udvari részben szeretnénk 4 kis tantermet felépíteni. A jubileumi év megünneplésére a zeneiskola 50 évét bemutató kiállítást szerveztek, szombaton pedig koncertet adnak az intézmény tanárai. Ezen a nyáron jobb lesz a vízellátás Óbecsén, mint a korábbi években volt. Ezt ígérik a Vodokanál közvállalat és az önkormányzat vezetői. Optimizmusukat arra alapozzák, hogy a közvállalat az óbecsei vízmezőn új kutat fúr. Ennek köszönhetően oly mértékben megemelkedik majd a vízkapacitás, hogy még a kritikus nyári hónapokban sem kell vízhiánytól tartani a városban. Bár a biztonságos vízellátáshoz évente kellene új kutat fúrni, 2011 óta ez csupán a második kútfúrás. A munkálatok nettó 5 millió dinárba kerülnek. 10-12 litara u sekundi se dobija ovim bunarom i to je ono što je bitno napomenuti i iz tog razloga želimo da uverimo naše sugrađane, one koji žive u više spratnicama, pogotovo na višim spratovima, dakle, da će u letnjem periodu u špicevima potrošnje vode imati nesmetano snabdevanje vodom, što je predstavljao problem u prethodnom periodu. Tavaszi nagytakarítást szerveztek ma a Sétverdei helyi közösség épületében Szabadkán. A gyermekfoglalkozásokat, a gyűléseket és a fórumokat ezentúl kellemesebb környezetben tarthatják majd meg a lakosok. Ablakmosás. Csiszolás. A helyiek jó gazda módjára teszik rendbe közösségi otthonukat. Össze kell jönni, és akkor meg kell csinálni. Úgyhogy akkor jobban megy a munka, többen is vagyunk, még összetartunk. Mindenkinek most jobb legyen, akár milyen is a helyzet,
mert mindenki tudja, hogy milyen, és mindig valaki mondta, hogy most ez így, vagy úgy, vagy amúgy, de amin segíthetünk, akkor segítsünk. Vettünk festéket, kicsit megfestük az ajtókat, rendbehozzuk az ablakokat, a betört ablakokat rendbehoztuk, azt is kicseréltük. Tehát saját magunknak, meg a lakóságnak szeretnénk egy jobb föltételeket teremteni ebbe a helységbe. Azt szeretnénk, hogy akkor tiszta legyen a légkör végre. Mondom, hogy össze tudunk jönni. Az aktivistákat finom falatok és üdítők várták a takarítási akciókor. Fontosnak tartottuk a közterület szépítését, felújítást, és úgy gondoljuk, hogy egy ilyen összejövetelen is ezt szebbé tudjuk tenni. Hetente több foglalkozást tartanak, és számos aktivitást terveznek a jövőben is a közösségi térben. Azt hirdettük meg a választásokra, hogy szabadkának, polgárinak és kereszténynek kell lennie, tehát vissza szeretnénk hozni ezeket az értékeket. Ehhez hozzátartozik az is, hogy az épített környezetünk rendben legyen, az az örökség, ez is egy régi polgári ház, hogy amennyire lehet, és rendbe tesszük. Beindult a fűnyíró is, megújult a helyközösség udvara is Szabadkán. Ma tartották az általános iskolások művészeti vetélkedőjét Szabadkán. A Vajdaság különböző településeiről érkező diákok többek között képzőművészet, nyelvápolás, színjátszás és szólóének kategóriában mutathatták meg tehetségüket. Egy darab földét küzdöttek meg a Csontavéri Hunyadi János általános iskola diákjai a Mladost művelődési ház színpadán. A fellépésre csaknem egy évig készültek. Ez a Pál utcai fiúkban lett előadva, és csak egy kicsit modernizáltuk az egészet. Van benne harcolás, van veszekedés, de mindig egybe tartók ezek a csapat, és mindig úgy egyen vagyunk, és 24-en vagyunk úgy van. És meddig tartott erre a fölkészülés? Hát már majdnem egy évet csináljuk ezt az egészet. Egészen nyártól kezdve gyakoroltuk a harcokat, a szerepoztásra, és úgy gyakoroltunk. És lassan összeállt a darab. A sokszínű előadások miatt a zsűrinek nagyon nehéz lesz kiválasztani a legjobbakat. Szerintem nagyon nehéz dolgunk lesz, mert 12 előadás lesz, 12 iskolából jött rengeteg gyerek, és ki kell választanunk egy férfi, egy női díjat és a legjobb előadás díját. A Szabadkai Zeneiskolában szólóének kategóriában mutathatták meg tehetségüket a diákok. Fenyvesi Petronella napi szinten készült a megméretetésre. Én a honfoglalást adom edő, de én Ferenctől, és én egy hónapot gyakoroltam minden második nap, és a tanárommal, meg külön magam egyedül minden nap egy órát. A zeneiskolában évről évre egyre magasabb színvonalú előadással rukkolnak elő a diákok. A szempontok, ami alapján osztályozzuk a gyermekeket, az elsősorban, ugye, mivel énekről van szó, a tiszta intonáció, a helyes szövegmondás, vagy szövegéneklése, és maga a színpadi megjelenés, ugye, ami szintén elengedhetetlen, főleg ugye a könnyű zenében. A Majsai úti általános iskolában főként a nyelvápoláson volt a hangsúly. És hogy hány fiatal itt tetten ért, titokban belecsint vagy úsz? Az általános iskolások művészeti vetélkedőjét idén 15. alkalommal szervezte meg az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete. Ezres tömeg előtt lépett fel tegnap este a Magyarországi Kormorán Folk Rock Együttes. A jótékonysági koncertet Zentaváros 800 éves jubileumának jegyében szervezték meg Hódmezővásárhely, Gödöllő és Zenta támogatásával. A zentai koncert kezdetén Hódmezővásárhely és Zenta polgármestere mondott beszédet. Szeglidi Rudolf hangsúlyozta, a koncert három település együttműködésével jött létre, ez is azt bizonyítja, hogy az összefogásban rejlik az erő. A koncertre legtöbben Zentáról és a környékről érkeztek. Volt olyan, aki Magyarországról jött, hogy első ízben találkozzon az együttessel.
Nagyon élveztem, én magyarországi vagyok, a barátaim, több barátom zentai, és ők mondták, hogy lesz egy ilyen koncert, és hogy ők nagyon szeretik, és hogy mindenféleképpen jöjjek el, és hallgassam meg őket, és tényleg igazuk volt, nem bántam meg. Kis Noémi az együttes nagy rajongója. Azt mondta, hatalmas élmény volt számára, hogy saját városában láthatta a koncertet. Eddig csak Magyarországon volt erre alkalmam, hogy Kormorán koncerten vehessek részt. Nagyon örülök neki, főleg annak, hogy Nórival is találkozhattunk, illetve a csapat többi tagjával. A koncerten az együttes jól ismert dalai, a Magyar Rapszódia, a Nemzeti Dal és az Adjon az Isten is elhangzott. Koltai Gergely az együttes alapító tagja számára az jelenti a sikert, a koncertjeik alatt rajongóikat boldogabbá tudják tenni, és ha el tudják felettetni velük mindennapi gondjaikat. Szerintem az a siker, hogyha megértik azokat a gondolatokat, megértik azokat a mondatokat, szavakat, amiket mi el szeretnénk mondani. A koncert ingyenes volt, de a látogatók pénzadományt ajánlhattak fel a Zentai Közkórház javára, amelyből egy CT-berendezést szeretnének vásárolni. A Pannoner TV az esemény média támogatója volt. Jövő szerdán mutatja be a Szabadkai Népszínház szertársulata a Vrlanova 2061, azaz a Boldog 2061-et című új előadást. Az eredeti elképzelések szerint ez lett volna az évad második premierje, a kellő pénz azonban korábban nem állt rendelkezésre. A darab Bobán Skrelic rendező és Milena Depolo dramaturg közös munkájának eredménye. Milena Depolo elmondta, hogy az előadást társadalomkritikának szánják, amelyben számos elgondolkodtató elem jelenik meg, a szórakoztatás háttérbe szorul. Ovoj predstavi bavimo društvom, u kome tabloidi kreiraju javno mnjenje, u kome su reality zvezde uzori mladim ljudima, u kome se deca leče SMS-ovima, u kome se diplome kupuju na pijaci. A kutatómunka és a színészek felkészülése két hónapig tartott. Ez idő alatt követték a tömegmédia és a bulvár világát. Počeli smo da kupujemo neke novine koje nikada ne bismo kupili i shvatili smo da je ljudima postala bitnija neka tamo režirana stvarnost od svoje stvarnosti. Az előadás célja minél hitelesebben szembesíteni a nézőt önmagával, állítja a rendező, aki szerint ez a mű a kritika mellett megmutatja a választási lehetőségeket is. Predstavlja neki način vapaj za uspostavljanjem nekog zdravog sistema vrednosti i povratku ljudskosti u ovoj civilizaciji. Az alkotók szerint egyre nehezebb a klasszikusok nyelvén szólni a mai közönséghez, ezért készítettek egy időszerű előadást, amely egyúttal a modern világ elé állít görbetükröt. Novák Djokovic bejutott a Miami kemény pályás tenisztorna döntőjébe, miután az elődöntőben több mint két órás kimerítő csatát követően 7-6-6-4 arányban legyőzte a világranglista 15. helyén álló belga David Goffent. Az első játszmában nem bírt egymással a két játékos, így ez a játékrész rövidítésben dőlt csak el a világ első javára. A második játszmában egészen a 7. játékig mindkét játékos megnyerte saját adogatását, ekkor Djokovic elvette a belga teniszező szerváját, és ez elegendő volt a játszma és a mérkőzés megnyeréséhez. 6. Miami titulusáért Djokovic a japán Kei Nishikorival találkozik, aki az ausztrál Nick Kyrgios ellen nyert 6-3-7-5-re. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A migránsok ismét a szerb-magyar határon keresztül próbálnak az Európai Unióba jutni. Megtartották a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát. Ma tartották az általános iskolások művészeti vetélkedőjét. Zentán koncertezett a Kormorán. Köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Most következik a természetvédelem határok nélkül. A műsor témái a természet kincseinek adai gyűjtője és az őshonos állatok tenyésztése Temerinben. Majd következik a .eu, utána a pannonrtv műsorán a körkép, a mesél a Pannon után pedig újra híradóval jelentkezem. Maradjanak a Pannon televízióval, jó hétvégét, kellemes pihenést kívánunk, viszontlátásra!